Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Borzalmas állapotok, legyek és pókok a hűtés nélküli csibráki halottas házban. Hagyományőrzés, idén is megtartották a székelydisznóvágást Bátaszéken. Szexárdi tavasz, színes a következő hónapok kulturális program kínálata Szexárdon. 30 éve város Dunaföldvár, gála műsorral ünnepeltek. A Tolnatej televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Döglött legyek és pókok között feküdt napokon keresztül egy nő holtteste a csibráki halottas házban. Az elhunyt nő rokonai nem akartak hinni a szemüknek, amikor benyitottak az épületbe. A nő sógornője azt mondja, a hűtő sem ment, hiába próbálta átdugni azt másik konnektorba. A családtagjai hiába kérték a polgármester segítségét, ő csak azután rendelte el a halottas ház kitakarítását, hogy az ANTS szakemberei pénteken jegyzőkönyvet vettek fel az ottani állapotokról. Minden tele volt pókhálóval, zsákasarokba, szemét itt, a székek alatt szemét. Nem akart hinni a szemének ez a nő, amikor belépett a halottas házba, ahol a sógornője holtteste feküdt. Ezeket a fotókat ő készítette. A képeken látszik, hogy az omladozó vakolatú épületben rengeteg döglött rovar, és mindenhol pókok és a hálóik voltak. A sarokban pedig több zsáknyi szemét. A nő azt mondja, a halott hűtő sem ment, pedig megpróbálta azt másik konnektorba is átdugni. A hűtőt megnéztem, hogy hideg van-e a hűtőbe. Még hideg volt, még akkor nem volt megengedve sajnos a halott, pedig már 4 napja feküdt itt kint a szemétbe. A testvérem kiírta a temetkezési vállalkozókat, ők elvitték. Én elmentem a polgármesterhez, akitől megkaptam, hogy mit keresek én a hullaházba. Hát én nem tudom, mit keresek, a halott sógornőmet kerestem. A nő pénteken bejelentést tett az ANTS-nél, akik jegyzőkönyvet vettek fel a halottas házban tapasztalható állapotokról. A polgármester csak ezután takarítottak ki közmunkásokkal az épületet. Az elhunyt nő férjét nagyon megviselték a történtek. Nem elég, hogy a feleségemet elveszítettük, akkor még ez a cirkusz is, amit itt művel, itt a polgármester, meg itt az egész épület, hát így meggyalázni egy halottat. Az eset miatt szerettük volna megkérdezni a település polgármesterét, hogy miért várt a halottas ház rendbetételével addig, amíg az ANTS jegyzőkönyvet vett fel az ottani állapotokról, ám hiába hívtuk az önkormányzat telefonszámát többször is, senki nem vette fel a telefont. 9,5 millió forintot különített el Tolna város költségvetéséből a sportegyesületek javára 2019-ben. Erről is döntött legutóbbi ülésén a városvezetés, de határoztak a szociális bérlakásokról is, így azok közül egy önkormányzati fenntartású szolgálati lakás lesz, ezzel is vonzóbbá kívánják tenni a házi orvosi szolgálat ellátását Tolnán. Tolnán két közintézmény vezetésében is változás áll be a következő hónapokban. A Vosinszky Mór óvoda és a családsegítő központ vezetői nyugállományba vonulnak a közeljövőben. A megüresedő óvoda vezetői pozícióra az önkormányzat pályázatot ír ki, melyet szeptember 16-ával tölt be az új igazgató. A családsegítő központ intézményvezetői, de az állás helyett nem az önkormányzat írja ki, hanem a családsegítők központot ugye társulásban működtetjük, tehát ott az a társulás írja ki, de hát ezúton is biztatok mindenkit, aki érez magában valami erőt, és nyilván a képzettsége, végzettsége is megvan hozzá, hogy bátran pályázzon, mert várjuk a jó szakembereket mind a két intézménynek az élére. A házi orvosi feladatellátásban is változás lesz a jövőben. Andróczy Ferenc a legutóbbi testületi ülésen jelentette be nyugdíjba vonulását, így a házi orvosi praxis is hamarosan betöltésre vár a városban. Tolna vezetése szolgálati lakás biztosításával kívánja ösztönözni a leendő házi orvosokat. Egy szolgálati lakásunk van, de úgy döntöttünk az előző testületi ülésen, hogy a Lehel utcai ingatlanunkat, ami gyakorlatilag egy ikerház, és eddig csak az egyik fele volt szolgálati lakás, és most a másik felét is szolgálati lakássá nyilvánítottuk, hiszen tudva levő, hogy a német doktornő nyugdíjba vonulásával már korábban megürült egy praxis, és azt gondoljuk, hogy vonzóbbá tehetjük egy orvos idejövetelét azzal, hogy esetleg lakhatást biztosítunk a számára.
A város éves költségvetéséből jelentős összeget, mintegy 9,5 millió forintot különített el a Tolnán és Tolna-Mözsön működő 6 sportegyesületnek, továbbá több mint 3 millió forintot ítéltek meg a sportingatlanok üzemeltetésére és fenntartására, a Tolnai Kajakkenu Esse és a Tolna Városi Futballklub és Szabadidős Társaság javára. Átadták Pakson az első kutyafuttatót, a lakótelepen a Kurcsatov utca mögötti parkban mintegy 900 négyzetméteres bekerített terület megépítését. A körzet képviselője Bana János kezdeményezte. A különböző vérmérsékletű kutyák elkülöníthetőségére szolgál a két kialakított rész. A nagyobbikban szlalompálya, libikóka, asztalpalló és alagút is várja a játékos kedvű kutyákat. Új padok, illetve szemetesek lettek kihelyezve, az úgynevezett kutyatoaletteknél pedig zacskókat is találni az ürülék összeszedéséhez. A beruházás bruttó 7 millió forintba került, 100%-ban önkormányzati forrásból fizette a város. Megkötötték a szerződést, így megkezdődhet a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ épületének a tetőszigetelése több mint 164 millió forintból. A 40 éves épületben sokszor voltak gondok beázás miatt, eddig nem volt komolyabb felújítás, idén a kamaramozi kialakítását is tervezik az épület emeletén. Aláírás és pecsét került a szerződésre. Augusztus közepére ugyanis új tetőszigetelést kap Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ épülete. Beázások nehezítették évek óta a 40 éves intézmény életét, melyet heti szinten több százan látogatnak. A kivitelezővel megkötötték a szerződést, így elkezdődhet a beruházás a napokban. Tetőszigetelésnek a kivitelezési díja bruttó 164 millió 250 ezer 342 forint, tehát egy igen komoly beruházásról lesz szó, hiszen már maga az épület jellege és nagysága, illetve állapota, én azt gondolom, indokolja ezt az összeget. A lapos tető szerkezeten a felső műanyag tetőszigetelés sok helyen kirepedezett, a hegesztési varratok elváltak. A hőszigetelésre szolgáló polisztirolhab megtelt nedvességgel, így megérett a felújításra. A kulturális központ működését nem hátráltatják majd a munkálatok. Egy adott napon csak akkor a részt fognánk be munkába, amit még aznap be is tudunk védeni az eső ellen. Az ideglenes védelmet az új párazáró réteggel készítenénk el. Ez tulajdonképpen a régi tetőn egyáltalán nem is volt párazárás. 160 nap áll a kivitelező rendelkezésére a munkálatok elvégzésére. A tetőszigetelés mellett az épület teljes körű felújítása és bővítése is napirenden van. Ez több milliárdos tétel a tervezéssel együtt, melyhez kormányzati támogatást igényel Paks városa, mondta el Szabó Péter. Illetve még idén megkezdődik egy 80-100 fős kamaramozi kialakítása is az épületben. Elkészült Szekszárd város tavaszi programfüzete, melyben minden ízlés és korosztály talál magának megfelelő kínálatot. Ezzel a csomaggal is vonzóbbá szeretnék tenni a turisták számára a várost, az itt élőknek pedig a magas színvonalú kulturális szórakozást szeretnék biztosítani, mondta sajtótájékoztatón Ács Rezső polgármester. Elkészült a város tavaszi programját összefoglaló műsorfüzet, melyből kiderült, több száz rendezvényt kínál az érdeklődőknek és a turistáknak a város a következő 3 hónapban. Nagyon fontos elem, mondta Ács Rezső polgármester, hogy ezekkel a kulturális programokkal is színesedjen a város kínálata, mert ez még vonzóvá teheti Szekszárdot a turizmus számára. Valóban az, hogy vonzóvá tegyük a várost, ezt én a vállalkozói fórumon is elmondtam, hogy nekünk is óriási felelősségünk van, hiszen az, hogy milyen munkahelyek állnak rendelkezésre itt Szekszárdon és környékén, ez a vállalkozóktól függ, de az, hogy milyen élhető a város, hogy érzik magukat itt a családok, vagy hogy érzik magukat a munkavállalók, az pedig a városnak a feladata és felelőssége, sok mindentől függ. A különböző fejlesztésektől, de legalább ennyire fontos az, hogy a szabadidőhasznos eltöltéséhez megfelelő kereteket és programokat kínáljunk. Zsikó Zoltán, a Babics Kulturális Központ igazgatója kiemelte, az eddigi törekvéseknek megfelelően a hagyományos kulturális értékekkel kívánják tovább bővíteni a kínálatot,
Ennek megfelelően itt rendezik meg a Cinege-Madár országos népdal éneklési verseny megyei döntőjét is. Különféle megyékbe kellett elmenni ezek a Tolna megyei diákoknak, hogy minősülni tudjanak, és aztán pedig azért, hogy az országos népzenei versenyre, ami egyébként tanulmányi verseny, ebbe bekapcsolhassanak és részt vessenek. Ugye pontosan tudjuk azt, hogy mely diáknak mennyit számít az, hogy egy tanulmányi versenyen szép eredményt ér el. Ez az egyik nagyon fontos motiváció. A másik meg nyilván ez a kulturális szerepvállása az intézménynek. Idén több mint 310 jelentkezője van a versenynek, akik 30 településről nyújtották be jelentkezésüket. Az idei döntősök egyben a kódusok minősítő zsűrije előtt is megmutatkozhatnak, és érhetnek el országos minősítést. Városa avatásának 30. évfordulóját ünnepli idén Dunaföldvár. Ennek apropóján gálaműsort rendeztek a Városi Művelődési Központban, melyen 4 kategóriában 6 kitüntetést adtak át. Ma arról kell beszélnünk, hogy mit hagytak ránk eredeink, és mi lesz még az elkövetkezendő időszakban. Ünnepi beszédében Dunaföldvár polgármestere a folytonosságot és a fejlődést hangsúlyozta a nagyszabású gálán. 1989. március 1-én kapott Dunaföldvár település városi rangot. Az elmúlt 30 év polgármesterei is meghívást kaptak az eseményre. Nagy Gáborné 4 cikluson keresztül 16 évig irányította a települést. Jelképesen egy városkulcsot vehetett át Horváth Zsolt jelenlegi polgármestertől. És amikor én ezt kezdtem, 94-ben, akkor még nagyon sok minden előttünk állt. Az összes közműveket ki kellett építeni, utána lehetett csak utakat építeni, és egyéb nagy beruházásokat megvalósítani. 4 kategóriában 6 kitüntetést adtak át. Dunaföldvár sportjáért Hoffmann János, Dunaföldvár gyermekeiért Bognárné Balog Andrea, Dunaföldvárért emlékérmet Kulcsár Szabolcs, Dunaföldvár város díszpolgára címet Márton Zoltán érdemelte ki. A város önkormányzata a posztumusz Dunaföldvárért emlékérem kitüntetést adományozott Kis Éva keramikusnak és a város egykörű tanácselnökének, a néhai Antal Ferencnek, Dunaföldvár város posztumusz díszpolgára címet. A több órás ünnepség állófogadással zárult. Több kilométeren sikerült megtisztítani az utak melletti területeket a Szeméttől Zomba környékén. A településen működő Zöld Alma Klub kezdeményezése volt a tavaszi és az őszi szemétszedési akció évekkel ezelőtt, amiben a civileket, a településen működő szervezeteket és az iskolát is bevonták. Ilyen ügyesek vagytok, kesztyűvel zárom, kesztyűvel, úgy, ott is van még. A polgármester is jó példával járva elől, a gyerekekkel együtt azoknak segítve szedi a szemetet Zomba határában a közút mellett. Több mint 10 éve a zombai általános iskolában működő Zöld Alma Klub kezdeményezésére indították el a szemétszedési akciót. Évente legalább 2-szer tisztítják a közút melletti részeket a településen áthaladó 65-ös út mentén. A kezdeményezést jóval az országosan is meghirdetett Teszed program előtt kezdték, mondja Szűcs Sándor polgármester. Amikor a környezetünk megtelik szeméttel, mint aminek szemtajú is lehetünk, akkor elindul az a Zöld Alma Klub, és is szedi a szemetet. Ehhez kapcsolódva az önkormányzat természetesen a háttér szolgáltatást megcsinálja, autót biztosít, szemetes zsákokat, meg mindazt, ami kell ehhez. És meg kell említeni azt, hogy a közbiztonságra is itt próbálunk odafigyelni, a helyi polgárőr egyesület, sőt a körzeti megbízottak is minden alkalommal kint vannak, és biztosítják a területet. A gyerekeken láthatósági mellény a 4-5 fős csapatokat legalább egy felnőtt kíséri, akik csatárlánc-szerűen fedik le kilométereken keresztül a közutat, most éppen Szekszárd irányába. A rendőrség és a polgárőrök megkülönböztető jelzéssel figyelmeztetik előre az autósokat. Első nekifutásra most több kilométeren sikerült a közút melletti területekről a szemetet összeszedni a gyerekeknek és a civileknek még a Teszed akció előtt. Idén is sokan vettek részt azon a disznóvágáson, amit minden évben megtart a bátaszéki székelyek baráti köre. A baráti kör vezetője azt mondja, ennek az eseménynek a hagyományőrzésen túl a közösségépítés is a célja. Igen, nagy jókedven, serényen folyt a munka azon a disznóvágáson, amit minden évben megtart a bátaszéki székelyek baráti köre. Volt, aki Paksol érkezett segíteni, mint ahogy teszi ezt évek óta. Jól összejön a baráti kör, és hol érezzük magunkat együtt, és ez összehozza a csapatot.
A hagyományőrző eseményen a vendégek közül volt, aki kést ragadott és beállt a böllér mellé. Más a zöldséget pucolta a húsleveshez, megint más a fát pakolta az abalével teli üst alá. Majd előkerült a házilag készített pogácsa és lángos is, melyet az aznap 70. életévét betöltött Gazdag Józsefné készített. Én mindent szeretek. A társaságot, a készítést, mindent. Boldog vagyok. Boldog. Most főleg máma boldog vagyok, hogy megértem a 70 évet. A disznóvágáson a székely szokásoknak megfelelően készülnek a hagyományos disznótoros étkek. A székelyek így ápolják a sajátos székely magyar szellemi és anyagi kultúrát. Ezen kívül fontosnak tartják az utánpótlás kinevelését is. Reggel, mikor idejöttem hételára, akkor már voltak 10, azóta csak jöttek, most meg már még többen vagyunk, mert jöttek az asszonyok, és lassan elkezdünk darálni, és akkor készül a galuska. Az estére készült friss fogások zömét a húshogyati bálon szolgálják fel, melyet a Petőfi Sándor művelődési házban tartanak március 5-én. Elsősorban a szemlélet formálása célja annak a bonyhádi civil szervezetnek, amely a Bringa Lézek nevet viseli, a csapat tagjai úti élményekről tartottak előadást, amiből kiderült, hogy egyre több család csatlakozik egy-egy túrához vagy versenyhez. Bonyhádon egyébként sokat tesz a város a kerékpáros közlekedés támogatásáért. Jól mutatja ezt a nemrégiben átadott kerékpárút is. A Bringa Lézek remélik, egyre több család pattan kerékpára is kapcsolódnak be az egyesület munkájába. Magyarországon egy családi kirándulásképpen indult ez az egész rendezvény, és tulajdonképpen a szükség hozta létre, mert mindenki szeret biciklizni. És mindenki tudja, hogy milyen otthon családdal vagy valahova el kirándulni, és ezt gyakorlatilag azt próbáltuk ki, hogy milyen ez társaságban. És így eljutottunk nagyon sok magyarországi helyre, illetve külföldre is. Regionális híreinkkel folytatjuk. Szemétügy, Balatonszabadi és Siófok közösen számolná fel az illegális lerakót. Kertben temette el elhunyt édesanyját, gyanúsítottként hallgatták ki az öreg lakinőt. Tavaszias idő nemzetközi mezőny, sikeres volt a centenáriumi Pécs Harkány futóverseny. Évtizedek óta visszatérő problémával küzd Balatonszabadi és Siófok önkormányzata. Balatonszabadi külterületén az állatmenhelyhez vezető úton, amely közigazgatásilag Siófokhoz tartozik, illegális szemétlerakók garázdálkodnak, és még csak nem is az éjleple alatt az érintett települések szélmalomharcnak érzik a küzdelmüket. A videófelvételen is jól látszik, hogy milyen egyszerűen meg lehet szabadulni egy platónyi szeméttől. Bár tábla is tiltja, ez az illegális hulladék lerakókat egyáltalán nem érdekli. A Siófoki Állatvédő Alapítvány munkatársai naponta találkoznak az egyre növekvő szeméthegyekkel. Általában fényes nappal is simán idejön, leburítja a dolgát, mint ami sem történt volna, és továbbáll. Úgyhogy nem akadályozza meg őket a fényes nappal sem. Max körülnéznek, hogy nincsen kocsi, nincsen látnivaló, gyorsan leszórják a dolgaikat. És valóban nincs félelemérzet. Ahol az előbb még csak autólökhárítók voltak, most már ágybetéttel, gipszkartonnal és egyéb építési hulladékkal lett még borzasztóbb a terület. Balatonszabadi önkormányzata 2016-ban összeszedette és elszállította az összegyűlt illegális hulladékot. A polgármester azt meséli, akkor az ártalmatlanítás díja több mint 1,5 millió forintjába került a községnek. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az út melletti véderdő magánszemélyeké, az út pedig Siófok önkormányzatáé. Mi nap mint nap kapjuk a jelzéseket, egyrészt a szerencsétlen magántulajdonostól, aki nem tudja megvédeni a területét. Mi annyiban vagyunk partnerek, hogy úgynevezett vadkamerákat üzemeltetünk 4 darabot, aminek a felvételeit átadjuk a rendőrségnek, és várjuk, hogy megindítsák az eljárásokat. A végső megoldás azonban az lenne, mondja Király Kálmán szabadi polgármestere, ha keményebben lehetne szankcionálni az illegális szemetelőket. A megoldás az lenne, ha itt is a károkozók és beazonosítható illegális hulladéklerakók
járműveit koboznák el mindaddig, amíg meg nem teszik az ártalmatlanítást. Ez lenne az olyan visszatartó erő, amivel tudnánk élni, ami hatásos lenne. Mi ehhez annyi segítséget tudunk adni, hogy írunk egy részletes kívánságlistát, hogy mely irányba szeretnénk törvénymódosítást, és arra kérnénk a törvényalkotókat, hogy hozzák meg a szükséges törvényeket. A kívánságlistát, ahogy a település polgármestere fogalmazott, az érintettekkel közösen, tehát Siófok önkormányzatával, az erdőterület tulajdonosaival és a környék gazdálkodóival, valamint a rendőrség munkatársaival közösen szeretnék kidolgozni. Saját kertjében találtak rá egy idős nő holttestére Öreglakon. A rendőrség tájékoztatása szerint, miután az asszony 2 évvel ezelőtt betegségben elhunyt, a lánya a kertben temette el. A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki őt. Ennek a háznak az udvarán találták meg az idős öreglaki asszony holttestét. A rendőrök a helyszínen egy sírt találtak. A temetkezési vállalat munkatársai a nyomozók jelenlétében a holttestet kihantolták, amelyet az igazságügyi orvos szakértő megvizsgált, és elsődlegesen az idegenkeziséget kizárta. Hozzátette, a 80 éves asszony 2017. decemberében hunyt el, a lánya a kertben ásta el. Én úgy emlékszem, hogy tavaly nyáron még a mamával is beszéltem. Ez az asszony 35 éve él a Nagyhegyi utcában, nem messze az elhunyt asszony házától, jól ismerte a családot. Mindent megtett a panni. Mert tényes való, ő a lánya, hogy mindent megtett a mamáért, mert talán nem akart megválni tőle, nem akarta, hogy messze legyen tőle. Én erre gondolok. Az eset teljesen ledöbbentette a szomszédot. Szóval se jutok, mondom őszintén. Vargáné Geist Márta elmondta, az elhunyt asszony régóta betegeskedett, ezért csak ritkán lehetett látni. Egy másik ingatlan tulajdonos is azt mondta, ő inkább az idős nő 59 éves lányával szokott találkozni. Erre szokott járni, sokat dolgozgatom itt fent a hegyen, és itt láttam, hogy járt a boltba, meg régebben még járt le az önkormányzat az ilyen jövedelempótlós munkába. Azt beszélik a faluban, hogy ő árult el, hol van a holttest. Tegnap elárulta, hogy meghalt az anyukája már egy olyan másfél éve, mondom, én legalábbis ezt hallottam, és akkor megmutatta a sírhelyet, hova temette el ott a kertbe. A helyiek azt is tudni vélik, hogy azért temette a kertbe anyját az asszony, hogy továbbra is felvehesse az ápolási segélyt. Mivel a nyomozás során felmerült a segítségnyújtás elmulasztása büntettének gyanúja, ezért az 59 éves nőt gyanúsítottként hallgatták ki. Egyéniben kenyai és etióp győzelmet hozott a 35. Pécs Harkány centenáriumi országúti futóverseny. A váltó közül férfiaknál és nőknél is a PSN ZRT futói értek elsőként célba. A tavaszias időjárás meghozta a futókedvet, és nem sokon múlt, hogy a részvételi rekord és a pályacsúcs is megdőljön. Készülődnek a versenyzők a félmaratoni távra, köztük a kenyai Evans Tanvi is. A szezonindító Pécs-Harkány országúti futóverseny mindig jó szint felmérője a téli felkészülésnek. A tavalyi győztes PSN ZRT férfi váltó idén is az elsőségre pályázott. Múlt héten volt egy betegségem, ami miatt Sanyi bácsival úgy döntöttünk, hogy inkább most csak a váltót vállaljuk be, hogy valami probléma legyen jövő héten, illetve a felkészülésembe a többi versenyre. A 25 kilométeren belül vannak lejtős, sík szakaszok, de akadnak bőven embert próbáló emelkedők is. Ha váltót nézzük, akkor az első. Ha az egyéni futókat nézem, akkor az utolsó szakasz, mivel a toronyi dombok azok 18 kilométer után jönnek, úgyhogy nekik az a szakasz lesz a legnehezebb. A rajt előtt találkoztunk olyan sportolóval, aki korábban többször megnyerte ezt a versenyt, most azonban csak nézőként látogatott ki a megmérettetésre. Nagyon időjárás függő, mivel ez a március elején van mindig, van amikor hó van, van amikor ödő van, mint például most is. Ha éppen rossz idő van, akkor eléggé nehéz tud lenni, főleg ha nagy szelek is vannak, és inkább az eleje, a FEMA rész, az egy a FEMA-ig eléggé nehéz a pálya, és utána a tenkesnél van pont egy körülbelül a 21-2. Kilométerben egy igen erős holdpont azon a tenkesi emelkedőn. Amúgy azt mondanám, hogy nem olyan vészes, nagyrészt sík. Minden 1979-ben kezdődött, amikor a PVSK tájfutói együtt lefutottak Harkányba. Később aztán többen csatlakoztak hozzájuk. 39-en, annyi tájfutó jött össze, belterjes volt.
és hát akkor a sikere lett, hogy kötözében jöttek hozzá atléták, jött a komlói csoport, Homoki Vince és a nagy Dudásék meg nagy csapata, és szép lassan kialakult ez a verseny, és én nagyon örülök ennek. A tavalyi mínusz 3 fokhoz képest idén plusz 12 Celsius fokos időben álltak rajthoz a futók. A tavaszias időben Evan Stanvi nyerte a 25 kilométeres távot 78-45-ös kiváló idővel, de Sági Ferenc 77-06-os pályacsúcsa most sem dőlt meg. A női egyéni győztes az etióp Buzuamehu Mohamed Ahmed lett 90-59-es eredménnyel. A férfi és a női váltóversenyt egyaránt a PSN ZRT csapatai nyerték. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Borzalmas állapotok, legyek és pókok a hűtés nélküli csibráki halottas házban. Hagyományőrzés, idén is megtartották a székely disznóvágást Bátaszéken. Szekszárdi tavasz, színes a következő hónapok kulturális program kínálata Szekszárdon. 30 éve város Dunaföldvár, gála műsorral ünnepeltek. Szerdán napközben élénkülő déli szél támad, újból melegedés kezdődik, jellemzően napsütéses tavaszias idő lesz, de helyenként fátyol felhőzet szűrheti a nap sugarait. Éjjel tovább erősödik a déli szél, síkvidéken 40-50 km/órás lökésekre van kilátás. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnatoj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!